Két autó ütközött a 33-as számú főút 43-as kilométerénél Tiszafüred térségében. Egy személygépkocsi közlekedett Tiszafüred irányából Debrecen irányába, mikor haladása során egy jobbra ívelő útkanyarulatban elvesztette uralmát a jármű irányítása felett, és áttért a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben közlekedő személygépkocsival. A baleset következtében mindkét gépjárművezető, illetve egy utas 8 napon belüli sérülést szenvedett, míg további két utas súlyos sérülést szenvedett. A tiszafüredi hivatásos tűzoltók két embert kiemeltek az egyik járműből. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az érintett útszakaszon a mentés idején forgalomkorlátozás volt érvényben. Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik kiérkezve azt tapasztalták, hogy az egyik járműből két ember nem tud kiszállni. Őket a tűzoltók emelték ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A balesetben egyébként 5 ember volt érintett, az egyik autóban 3, a másikban 2 fő utazott. Az egységek a személyek kiszabadításán túl áramtalanították a járműveket, illetve segítettek felhelyezni azokat az autómentőre. Megtudtuk, hogy a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.